Építéshez kaptam az FM-től pályázt, a 1 millió 300 ezer forintot, de ez nagyon, ez 35%-a volt csak a dolgoknak, a többit pedig a BT társammal, a testvérbátyámmal adtuk össze a többi pénzt. Mi az elképzelése? Mikor fog ez a pénz megtérülni? Hát az elképzelésünk a mezőgazdaságban, aki pénzt ma befektet, annak arra kell számítani, hogy évtizedek múlva fog csak megtérülni, de azért válik az FM-től is a támogatás, még mindig föltámogatás, tehát a támogatásokat még szeretnénk igénybe venni. Ahol most állunk, itt majd hát a jószágok fognak állni. Mi minden van még ebben az épületben? Az épületben van egy fejőház és lesz egy tejház, ami még nincsen lecsempész, annyi hiányzik annak is. Lesz-e kinek eladni a tejet? Igen, megállapodást kötöttem már Szabolcs tejértével, és Máté Szalka innen el fogja vinni a tejet. Mi lesz a szaporulattal? Hát a szaporulat, az üszőket azt tovább akarjuk saját magunknak tenyészteni, és a bikákat pedig el szeretnénk adni. Hogy tűnik itt Csaholcon, lesz keletje? Hát Csaholcon nem, hát különböző felvásárlókkal szeretnénk majd eladni. Itt látok szénát, minden más egyéb termést is úgy szerveznek, úgy alakítanak, hogy a jószágoknak saját erőből meg legyen? Igen, hál' Istennek ebben az évben sikerült annyi földet összevásárolni, Csaholc és környékén, hogy szénától, tehát az ablaktakarmányt minden együtt meg lesz. Mekkora területen? 50 hektár földön gazdálkodunk most jelen pillanatban, de ezt szeretném bővíteni még. Én most gondolok a 20 jószágra, az 50 hektárra, a sok tennivalóra, azt ön meg fogja egyedül oldani? Nem, szeretnék felvenni munkásokat, főleg itt, hogy itt nagyon elhagyott a térség is, és munkáját szeretnék, tehát itt Csaholcon belül. Csaholcokat szeretnék főleg alkalmazni majd itt.